Szeretettel köszöntelek! Ebben a kis videóban szeretném neked bemutatni, hogy hogyan keletkezik a Banex programban a jutalék. Biztos láttad már azt a prezentációt, amely már elkészült, a frissített információkat tartalmazza, de most grafikusan lerajzolva szeretném neked megmutatni, hogy jobban értelmezhető legyen a Banex program jutalékai. Arra bizonyára emlékszel, hogy a Banex programban oktatási anyagokat vásárolunk meg, és ennek az oktatási anyagnak az ára kétfelé osztódik. Tehát ez az oktatási anyag, amit megvásárolunk, és kétfelé ágazik a jutaléka. Egész pontosan úgy működik, hogy a cég a 100%-ot visszaosztja a tagságban. Tehát nem tart meg magának semennyit, hanem 100%-ot visszaoszt a hálózatban résztvevők között. Második leckétől kezdődően felesben, tehát 50%-ban ajánlói jutalékként, és a másik 50%-át pedig hálózati jutalékként osztja szét. Hogy érthető legyen, hogy pontosan mi a hálózati jutalék és mi az ajánlói jutalék, mutatok egy következő ábrát neked. Nézzük először a hálózati jutalékot. Hálózati jutalék úgy keletkezik, hogy amikor a Banex programban regisztrálsz, akkor egy úgynevezett mátrixba kerülsz, egy mátrixba helyezel téged valahová, valamelyik szintjére a rendszer. Tehát itt leszel te, amikor beregisztrálsz. Banex program az egy 4x4-es mátrix elvén működik. Kényszerített mátrix, ami azt jelenti, hogy közvetlen tagjaid csak 4 fő lehet. Minden további tag, amelyet te hozol a rendszerbe, esetleg ha őket hoztad, és egy ötödiket hozol, az mindenképpen alá fog kerülni valamelyik tagod alá. Ugyanúgy nekik is csak 4 tagjuk lehet, és szintén aláépíti a következő tagokat. Most nem fogom mindegyiket lerajzolni, de értelemszerű, hogy itt egy olyan struktúra alakul ki, aminél az első sorban, második sor, harmadik sor, és itt a negyedik sor, meghatározott számú tagok vehetnek részt. Az első sorban értelemszerűen 4 fő lesz. A másodikban 4x4, azaz 16 fő. A harmadik sorban 16x4, azaz 64 fő. És a negyedik sorban 64x4, az 256 fő. Ezt a mátrixot nem neked kell egyedül feltölteni. Tehát nem csak a te munkád van benne, hanem a felső vonalad révén, tehát a felső vonalad munkáiból adódóan is fognak bekerülni tagok, ezek úgynevezett spillóverek, illetve azoknak a tagoknak a munkái, akik a mátrixodon belül vannak, hiszen ők is fognak hozni újabb és újabb tagokat, vásárlókat, így a mátrixod folyamatosan fog növekedni. Tehát hálózati jutalékot akkor fogsz kapni, amikor a hálózatodban valaki vásárol egy oktatási anyagot, és abból meghatározott rendszerint keletkezik neked jutalékod. Az ajánlói jutalék abból keletkezik, hogy téged is valaki behozott a Banex programba, tehát ajánlotta neked a programot. Ő, mivel hozzásegített téged ahhoz, hogy te pénzt kereshess, ezért a cég úgy honorálja, úgy köszöni meg ezt a munkát, hogy úgynevezett matching bónuszokat fog neked adni, azaz ajánlói jutalékot. Ez azt jelenti, hogy amikor te keresel a hálózatodból jövedelmet, tehát hálózati jutalékot kapsz,
bármelyik oktatási anyag megvásárlásakor, amikor keletkezik neked jutalékod, akkor a te szponzorod is jutalékot fog kapni ezután. És akkor nézzük, hogy hogyan épül fel a hálózati jutalék, és hogyan keletkezik a jövedelem a Vanix programban. Amikor te beregisztrálsz, itt vagy te, akkor vásárolni fogsz oktatási anyagokat. Az első oktatási anyagnak az ára, mint bizonyára emlékszel, $5. Ezt amikor kifizeted, akkor ez a pénz a struktúrában fölfelé, az első helyen, tehát aki fölötted van, 100%-ban azt fogja megkapni. Tehát ez nem osztódik kétfelé, csak a második oktatási anyagtól válik kétfelé, az oktatási anyagoknak az ára hálózati jutalékká és ajánlói jutalékká. Tehát aki fölötted van, bárki a struktúrában, tehát közvetlenül fölötted van, ez lehet a szponzorod is, ha éppen hozzákerültél közvetlenbe, de lehet bárki más, ahová elhelyezett téged a rendszer automatikusan. Tehát aki fölötted van, az fogja megkapni ezt az $5, mint hálózati jutalékot. Neki is van egy szponzora. A szponzora ebben az esetben, ő keresett $5, ebből nem fog kapni semmit, értelemszerűen, hiszen ez 100%-ban csak hálózati jutalék, csak ő kapja meg, aki feletted van. Nézzük, mi történik akkor, amikor a második oktatási anyagot vásárolod meg. A második oktatási anyagára $10. Innentől kezdve, tehát a második oktatási anyagtól kezdve, válik ketté 50%-ban ajánlói és hálózati jutalékká a megvásárolt terméknek az ára. Tehát a második oktatási anyagot, amikor te megvásárolod, akkor kettővel fölötted lévő fogja kapni ennek a felét, tehát 50%-át, azaz $5. Mivel ő keresett $5, neki is van ugye szponzora, aki behozta a hálózatba, mivel ő kapott $5, tehát a felét a $10, a másik felét, a másik 50%-át meg fogja kapni a szponzor, tehát az ajánló. Amikor a harmadik oktatási anyagot fogod megvenni, ami $20-ba kerül, akkor a fölötted harmadik helyen elhelyezkedő tag fogja. Tehát a harmadik, aki a hálózatban fölötted elhelyezkedik, az fogja megkapni ennek szintén az 50%-át, azaz $10. Mivel ő keresett most $10, az ő szponzora szintén keres $10. A negyedik oktatási anyag megvásárlásakor ugyanez a szisztéma, a felét, azaz a $40-nak a felét, a fölötted negyedik helyen elhelyezkedő tag fogja megkapni, azaz ennek a felét, $20. Mivel ő keresett $20, tehát a felét az oktatási anyagnak, az másik fele a szponzorának fog jutalékot jelenteni. Ez, amit itt a szponzor keres, tehát ami az ajánlói jutalék, ez a matching bónusz. Tehát így működik, amikor a rendszerben te vásárolod meg ezeket az oktatási anyagokat, akkor ilyen elosztásban kell értelmezned, tehát a jutalékok a fölötted lévőkhöz ilyen arányban vándorolnak. Most azt mutatom meg neked, hogy hogy tudod a legkönnyebben megjegyezni azt, hogy melyik szintről, melyik oktatási anyag árából fogsz te keresni jutalékot. Amint emlékszel rá, az első oktatási anyagot, amikor az első sorban megvásárolja, akkor te kapsz jutalékot belőle. Amikor a második sorodban a másodikat veszik meg,
amikor a harmadik sorodban a harmadikat veszik meg, és amikor a negyedik sorodban a negyediket vásárolják meg, akkor fogsz te jutalékot kapni. Tehát, amikor az első sorodban megveszik oktatási anyagot, akkor ennek 100%-a hozzád kerül, tehát 5 dollárt kapsz. Amikor a második sorodban lévő tag megvásárolja a második oktatási anyagot, tehát fizet 10 dollárt, annak 50%-át kapod meg hálózati jutalékként, 10 dollárnak a fele 5 dollár. A harmadik sorodban lévő harmadik oktatási anyag vásárlásakor a tag fizet 20 dollárt, ennek az 50%-a pedig 10 dollár, ezt fogod te megkapni a harmadik sorban lévő minden vásárlásból, hálózati jutalékként. A negyedik sorban lévő tag negyedik oktatási csomagvásárlásakor, amikor ő 40 dollárért megveszi ezt az anyagot, ennek az oktatási anyagnak az 50%-át fogod te megkapni, szintén hálózati jutalékként, azaz 20 dollárt. Értelemszerűen annyiszor fogod ezeket az összegeket megkapni, ahányan vannak az adott sorba. Tehát az első sorodban 4 fő van, a második sorodban 16 fő, a harmadik sorodban 64 fő, és a negyedik sorodban 256 fő. Tehát az első sorban lévő első oktatási anyag vásárlásakor 5 dollárt fogsz kapni 4-szer, a második oktatási anyag vásárlásakor, tehát 16-szor fogod megkapni az 5 dollárt, ugyanezt a harmadik sor harmadik oktatási anyagánál 64-szer, és ugyanez a negyedik oktatási anyag vásárlásakor a negyedik sorodból 256-szor 20 dollárt fog jelenteni. Tehát amikor a második sorodban az első anyagot vásárolják meg, akkor a fölötte lévő kapja, és szintén mindig egyet ugrik. Amikor a másodikat, akkor te kapod meg, amikor a harmadik helyen lévő a másodikat vásárolja, akkor ő kapja meg az első sorodban lévő tag, amikor a harmadikat, akkor fogod te kapni a jutalékot, azaz a hálózati jutalékot ebből. És akkor most lássuk, hogy te mikor és hogyan kapsz jutalékot a hálózatodból. Amikor beregisztrálsz, akkor a Mátékban egy helyre kerülsz, a szponzorod alá valahová, vagy a közvetlen első helyére, vagy valahová mélységbe, attól függ, hogy melyikben volt hely. Nézzük, hogy te mikor és hogyan kapsz jutalékot. Lerajzolom most azt az 4 szintet, amiből jutalékod jöhet, tehát az első 4 sorodból. Ez az első sorod, ez a második sorod, harmadik sorod és negyedik sorod. Értelemszerűen itt többen vannak, tehát lerajzolhatnám a teljes mátrixot, de azt gondolom, hogy a sok grafikai rész zavaró lenne, tehát most csak egyet-egyet rajzolok mindegyikből. Az első sorodban lesz összesen 4 fő, amikor feltöltődik az első sorod, a másodikban lesz 16 fő, a harmadikban 64 fő, és az utolsóban, a negyedikben pedig 256 fő. Amikor az első sorodban megvásárolják az első oktatási anyagot, azaz 5 dollárt fizetnek, tehát 5 dollárért megvásárolják. Emlékezz, hogy az első oktatási anyag kinek fog jelenteni 100%-ot? Neked. Igen, aki fölötte van. Tehát te kapod meg ezt az 5 dollárt, mint hálózati jutalékot. Amikor a második mélységben, tehát a második sorban megvásárolják az első oktatási anyagot, ugyanez a szisztéma. Kinek fog menni? Igen, a fölötte lévőnek. Tehát megvásárolta 5 dollárért az első oktatási anyagot, és fölötte a struktúrában lévőnek fog az 5 dollár hálózati jutalékot jelenteni. Ugyanezt történik akkor is, amikor a harmadik és a negyedik sorban megvásárolják az oktatási anyagokat.
Tehát az első oktatási anyag ára mindig a fölötte lévőnek jelent jutalékot. Mi történik akkor, amikor az első sorodban lévő tag megvásárolja a második oktatási anyagot? Emlékszel, hogy kinek megy a második oktatási anyag ára? A fele hálózati jutalékként? Annak, aki fölött kettővel van. Tehát a második oktatási anyag ára neki fog 5 dollár jutalékot jelenteni, és az ő szponzorának szintén 5 dollár jutalékot fog jelenteni. Mert mennyibe kerül második oktatási anyag? 10 dollárba. Tehát 50%-a a hálózatban kerül szétosztásra a kettővel fölötte lévőhöz, és a másik 50%-a pedig a szponzorhoz, az ő szponzorához, mert ő keresett pénzt, tehát jövedelme keletkezett, ebből adódóan az ő szponzora is akkor kap jövedelmet, amikor ő keres pénzt. Nézzük, mi történik akkor, hogyha a második sorodban lévő tag megvásárolja a második oktatási anyagot. Fizet 10 dollárt, ő is, és hová fog vándorolni a fele? Kettővel följebb, azaz hozzád. Tehát az 50%-a hozzád. Ekkor fogja a te szponzorod ebből a felét megkapni, a másik 50%-át a 10 dollárnak, tehát ő is kap 5 dollárt. Értelemszerűen ez a jutalék a matching bónusz, azaz az ajánlói jutalék, nevezhetjük így is. Amit te kapsz 5 dollárt a másodikból, az pedig hálózati jutalék. Nézzük, mi történik akkor, amikor a harmadik sorodban lévő vásárolja meg a második oktatási anyagot. Ugyanúgy kettővel fölötte lévő fogja megkapni, tehát fizet 10 dollárt, és a kettővel fölötte lévő tag fogja megkapni oktatási anyagnak a felét szintén. Az oktatási anyagok árait szeretném neked bemutatni. Két mátrix van, egy piros és egy lila mátrix, és összesen 8 oktatási anyag. Az első oktatási anyag kerül 5 dollárba, ennek 100%-a hálózati jutalék, tehát 5 dollárt kap az, aki a struktúrában fölötte van. Ajánlói jutalék itt nincsen. A második oktatási anyag ára 10 dollár. A fele hálózati jutalék, tehát 5 dollár, a másik fele ajánlói jutalék. A harmadik oktatási anyag 20 dollár, fele hálózati és fele ajánlói jutalék. A negyedik oktatási anyag 40 dollárba kerül, 20 dollár hálózati jutalék és 20 dollár ajánlói jutalék. És most nézzük képpel, mert így jobban megragad. Tehát az első oktatási anyag 5 dollár, a második 10, a harmadik 20 és a negyedik 40 dollárba kerül. Ez a piros mátrix. Ha ebben mindegyiket megvásárolod, akkor gyakorlatilag itt látod, hogy mennyit fogsz fizetni összesen érte, illetve mennyi keletkezik hálózati jutalékként, illetve ajánlói jutalékként a számládon. Természetesen szorozva azokkal a létszámmal, ahányan azon a soron vannak. Nézzük, hogy a Lila Matrixban mennyibe kerülnek az oktatási anyagok. Amint látod, duplázódik mindegyik, tehát innen folytatva, a negyediktől folytatva a következő oktatási anyag, azaz a Lila Matrixban az első oktatási anyag, 80 dollárba kerül. Hálózati jutalékként 40 dollárt, és ajánlói jutalékként 40 dollárt osztít a rendszer. És most látod a különbséget. A piros mátrixban az első oktatási anyag 100%-ban hálózati jutalék volt, viszont, és ez nagy különbség, a lila mátrixban
Itt már feleződik, tehát fele hálózati jutalék és a másik fele ajánlói jutalék. Következő oktatási anyag 160 dollár, fele hálózati jutalék és a másik fele ajánlói jutalék. A következő oktatási anyag 320 dollár, a fele szintén hálózati jutalék és a másik fele szintén ajánlói jutalék formába kerül visszaosztásra Matrixban. És az utolsó oktatási anyag 640 dollárba kerül, 320 dollár hálózati jutalék és 320 dollár ajánlói jutalék formájában kerül visszaosztásra. A teljes Matrix feltöltődésekor, amikor mindenki megvásárolta ezeket az oktatási anyagokat, tehát ez volt az első sor, a második, a harmadik és a negyedik, amikor mindenki megvásárolta ezeket az oktatási anyagokat, a teljes hálózatból fogsz keresni 99.460 dollárt. Tehát még egyszer, 99.460 dollár. És most azt szeretném neked megmutatni, hogy miért éri meg szponzorálni. Talán emlékszel az előző ábrából arra, hogy mikor keletkezik neked jutalék, és hogyan és mennyit kapsz a hálózatból, mint tag. Amikor neked jutalékot keletkezik, tehát bármelyik sorból történő vásárlás alapján te jutalékjogosultságod keletkezik, tehát kapsz pénzt, akkor az ajánlód is fog pénzt kapni. Hogy miért? Azért, mert ajánlotta neked ezt a programot, és behozott ebbe a rendszerbe, kvázi segít neked mindenben, segít neked pénzt keresni, ezért a cég honorálja az ő munkáját azzal, hogy amit te megkeresel a Matrixban, ugyanazt meg fogja ő is keresni utánad, majdnem ugyanaz, mert hogy az első oktatási anyagára, mert ahogy bizonyára emlékszel, az 100%-ban hálózati jutalék, és ott nincs ajánló jutalék. Amikor keresel 10 dollárt, ő is keres 10 dollárt. Amikor keresel 20 dollárt, akkor ő is fog kapni 20 dollárt. Amikor kapsz 40 dollárt egy oktatási anyag megvásárlásakor, mint hálózati jutalékot, akkor ő is fog kapni 40 dollárt. És így tovább, egészen végig a Lila Matrixnak az oktatási anyagaig, 320 a legmagasabb. Tehát ő is meg fogja keresni ezt az összeget. Bizonyára emlékszel az első oktatási anyagra, ami 5 dollár, tehát 4x5 dollár, az az összesen 20, tehát ennek a különbségével, tehát ez mínuszként jelentkezik a szponzornál, mert ezt te megkapod, de ő nem, mivel az teljes egészében hálózati jutalékként te kapod meg. Tehát az első oktatási anyagból ő nem fog kapni. Ez a különbség igazából a kettő között, tehát összesen 20 dollár különbséggel, de ő is meg fogja keresni majdnem ugyanazt az összeget, mint te. Ebből következik, hogy neked, mint szponzornak érdeked, hogy tagod legyen, ajánlottad legyen. Hogy mennyi? Ez csak rajtad áll. Ha te, mint szponzor, valakit hozol a rendszerbe, akkor meg fogod keresni az alapjutalékot, ami 99.460 dollár. Ez a saját Matrixodból jövő jövedelem. Ha hozol egy tagot, akkor ő is meg fog keresni 99.460 dollárt. És te, ő utána, meg fogod keresni 99.440 dollárt, mint ajánlói jutalékot. Hogy ezt te hányszor ismétled meg, az csak rajtad múlik. Tehát hozhatsz egy tagot is, de hozhatsz még egyet, még egyet, még egyet, bármennyit. A lényeg az, hogy ezekkel a tagokkal foglalkozni kell, segíteni a munkájukat. Minél előbb szereznek ők jövedelmet,
Tehát minél erőbb lesz nekik jutalékuk, annál hamarabb lesz neked is jutalékod. És végül szeretném felhívni a figyelmedet csapatoldalunkra. Ha még nem jártál itt, vagy nem tudsz róla, akkor tudd, hogy van egy olyan független oldal, ami abban segít neked, hogy mindent megtudj a Vanex programról magyar nyelven. Érthetően prezentációkban, videókban, hírlevelekben segítjük a tagságot, méghozzá úgy, hogy ezen az oldalon nem lesz regisztrációs link, tehát senkihez nem lehet regisztrálni, nyugodtan küldeted ide az ajánlottjaidat, vagy azokat, akik már regisztráltak hozzád. Kétféle hírlevelet működtetünk, tehát egy csapat hírlevél. Ez azoknak szól, akik már benne vannak a Vanex programban, és itt az extra híreket küldjük ki, tehát hogyha valamilyen hír, nagyon fontos hír van, akkor azt azonnyomban küldjük a tagság felé. Illetve most üzemelünk be egy olyan hírlevelet, ami egy úgynevezett Start Info hírlevél lesz. Erre mindenki, akár te magad is feliratkozhatsz, ha már tag vagy akkor is, de elsősorban azoknak készítjük, akik most fognak regisztrálni a Vanex programba, vagy ezek után fognak valamikor regisztrálni, ugyanis ebben a Start Info hírlevélben minden információt meg fogunk adni a tagságnak, illetve a feliratkozott tagnak a Vanex programról. Egészen az alapoktól, azokat a lépéseket bemutatva, hogy mit tehet, milyen ötleteink vannak, milyen segítő információink vannak, ami alapján ő is tud haladni és gyorsan eredményeket elérni. Úgyhogy azt javaslom, hogy keresd fel az oldalunkat, és mindenképpen iratkozz fel erre. A Start Info hírlevél az hamarosan meg lesz, tehát annak csak az oldalát látod, de hamarosan beindítjuk ezt is. És természetesen van egy olyan aloldalunk, ahol a gyakran ismételt kérdésekre megtalálod a választ. Itt összeszedtük azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyeket kérdeztetek tőlünk, és megtalálod rá a választ is. Én arra kérlek, hogy ne legyél fáradt elolvasni ezeket a kérdéseket és a válaszokat, hiszen azért állítottuk össze, hogy megspóroljunk nagyon sok időt egymásnak ezáltal. Még egy nagyon fontos dolog, van egy olyan oldal, hogy segédletek, tehát az oldalon belül egy olyan aloldal. Itt mindenféle információt megtalálsz például PDF anyagban, vagy akár segédletként egy videó formátumban, ami abban segít, hogy ennek a belső rendszernek a lépéseit, például a regisztrációs segédlet, vagy az STP számlanyítási segédlet, vagy a belső átutalásnak a menete képesen, képekkel, szövegekkel részletesen leírva, hogy mit, hogyan kell csinálni. Én azt gondolom, hogy neked most és nektek most nagyon-nagyon-nagyon könnyű dolgotok van. Mi, amikor elkezdtük ezt a programot 4-5 héttel ezelőtt, akkor még semmilyen információs anyag nem volt magyarul. Tehát sem csapatoldal, sem hírlevél, sem gyakran ismételt kérdések magyar nyelven, sem segédletek, sem videók, semmilyen segítség nem volt. Ezeket mind el kellett készítenünk ahhoz, hogy a tagság ezeket az információkat tudja. Én azt gondolom, hogy most roppant egyszerű, könnyű dolgotok van, hiszen ezek készen vannak, ezeket csak használni kell. Tehát nekünk nem volt, de elkészítettük pontosan azért, hogy neked mindez már készen legyen a csapatodnak is, és neked is, hogy tudjátok hatékonyan használni ezeket az eszközöket. Én azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sok sikered legyen neked is a Vanex programban. Dolgozz együtt szorosan az ajánlóddal, segítsétek egymást. Én azt tapasztalom, mióta ebbe a programba benne vagyok, hogy olyan összefogás van csapaton belül, amit eddig egyetlen hálózatban sem tapasztaltam. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánok neked is, és te is fogod hamarosan látni azokat az eredményeket, amelyeket mi már látunk, és nagyon nagy örömmel látjuk. De természetesen ahhoz nagyon sok mindennek kellett következni, nagyon sokat dolgoztunk érte, például ezeket az anyagokat is. Úgyhogy használjátok bizalommal és örömmel, és nagyon sok sikert újból, minden jót, szervusz!